Az éjszaka láttam egy találkozót, amelyet nem emberek szerveztek, hanem maga mindenható Isten. És megmondom őszintén, hogy a képek nem maradtak meg úgy konkrétan, így vizuálisan, hanem inkább a lelkület, a mondani való. Tehát mostanában itt történik valamiért, hogy a képekre nem emlékszem annyira, és hát nem is az a lényeg, gondolom ez a lényege az egésznek, hogy nem az a lényeg. Tehát a lelkületét láttam az egész találkozónak, tudtam, hogy a találkozót nem emberek szervezték. Semmilyen felekezet, semmilyen blogger, sem youtuber, hanem maga a mindenható Isten szervezte a találkozót az ő gyermekeinek. És láttam, hogy mindenki elindult a találkozó színhelye, helyszíne, irányába. Mindenki a maga útján onnét, ahol ő volt. Hát gondolom egyik az alkoholizmusból, a másik a pornófüggőségből, a harmadik a házasságtörésből, negyedik a paráznaságból. Mindenki maga helyéről, ott, ahol volt, ott, ahol rátalált a kegyelem. Mindenki elindult a találkozó irányába. Viszont azt láttam, hogy az oda vezető út az nem volt valami könnyű senkinek. Elég viszontagságos volt, de viszont azt is tudtam, hogy ha végre találkoznak a gyermekek egymással, az akkora örömünnep lesz, amekkorát ember még nem látott és nem hallott. És voltak, akik erre a találkozóra nem érkeztek meg. Mert azt mondták, hogy ez túlságosan nehéz, túlságosan komplikált, ez nem lehet Istentől, nem vállalták az oda vezető útot. Megszokták azt, hogy ugye milyen, amikor emberek szerveznek találkozót, akár a templomban, akár egy valláson belül, akár egy politikai jelige alatt, hogy az milyen könnyen működik, látszólag. És amikor elindultak erre az útra, mert hallották a jó pásztor életre hívó szavát, egyszerűen nem tartottak ki, megfordultak félúton, és nem érkeztek meg a találkozóra. És nyilván a fő üzenete ennek az álomképnek az volt, hogy az igazi találkozó az nem az, amit emberek szerveznek. Én is szerveztem találkozót a saját fejem szerint, és volt, amikor Isten megengedte. Már csak azért is, hogy meglássam, hogy milyen, amikor az én szervezi a találkozót. És hát nem volt jó emberek. Nem volt abban akkora öröm, mint amekkora öröm volt egy Istentől elrendelt beszélgetésben. Ami nem feltétlenül fizikai találkozás volt, hanem egy lelki találkozás. Ami nyilván megtörténhetett akár telefonon, Skype-on, mert a test nem használ semmit emberek. Hiába erőltetjük mi a testi találkozásokat. Hangsúlyozom, hogy senkit nem beszélek le róla. Senkit. Mert mindennek helye van az ég alatt. Mindennek helye van. Akár annak is, hogy fizikailag találkozzanak Isten gyermekei. Nem rendszer szerint, hanem Isten rendjében. Tehát megtapasztaltam, hogy milyen, amikor az Úristen szervezi a találkozót az ő gyermekei számára. Nincsenek szavak. Akár fizikailag is. Megtapasztaltam, milyen, amikor olyan személyekkel, akikkel sosem találkoztam, sosem beszélgettem, de mégis bizonságtevő, tudom, hogy útitársaim, testvéreim, Isten megadta, hogy lélekben találkozunk, egész éjszaka, együtt voltunk, vagy Magyarországon, vagy pedig Gyergyóban. Isten megadta azt, hogy eljöjjenek hozzá, és örüljünk egymás jelenlétének. Ezt is megadta mindenható Isten. Mindazonáltal a nagy találkozó az csak ezután fog következni, ez teljesen biztos, és sokan meg fogják gondolni magukat, lehet, hogy én is. Tehát velem is megtörténhet, nem vagyok én sem kivétel. Én is megkísértethetem. Azt mondta Jézus, aki mindig így álhatatos, hűséges marad, az be fog érni a célba. Hogyha elhagyom a hűséget, vagy pedig nem kívánom, hogy Isten megadja nekem a hűséget teljes mértékben, és megtisztítson engemet teljesen, akkor velem is megtörténhet, hogy nem érek be a találkozóra még zárás előtt. Mert az ajtók hamarosan záródnak, emberek. A kapuk hamarosan záródnak. És lehet, hogy egyesek pont azért fogják lekésni az igazi találkozót, mert ők túlságosan testiekben és földiekben gondolkodnak. Testben akarnak találkozni, ebből vallást csinálni. Ismételten hangsúlyozom. Helye van mindennek. De jöjjetek, emberek, hogy ne fogjunk rá Istenre mindent. Ne fogjunk rá mindenható Isten, mert ez Isten káromlás, ez szentileg káromlás. Hogyha azt mondom, hogy akkor Isten nevében, a Krisztus nevében titeket összeírtalak Gyergyóba, vagy bárhova, de közben ahhoz Istennek semmi köze nincsen, én Isten káromló vagyok. Az ő lelkét káromlom, mert ráfogom. Az Isten autoritását használom arra, ami tőlem van, az én testemtől. Úgyhogy ügyeljetek, hogyan találkozgattok, hogyan szerveződtök, és hogyan szervezkedtek.
Nyilván, ami Istentől van, arra teljes békesség van, Szentlélek általi öröm, ahogy mondja Pál apostol. És azt adta az Úristen, hogy olvassam fel nektek, hogy miért nem fognak némelyek beírni a találkozóra. Mi a kiáltó szó? Mi volt az én szerepem mostanig is? Hát még mindig valamilyen szinten ez az én szerepem. De nem csak az én szerepem, hanem a bizonságtevők szerepe is, hogy ők kiáltó szavak a pusztában. És mit mondott János, amikor a pusztában, az Európai Uniós pusztában, a Gyergyói pusztában, a Székelyföldi pusztában kiabált? Azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek meg országa. Térjetek meg miből? Ha honnét? Hát nem jó helyen vagytok? Nem. A bűneitekből, a képmutatásból, a paráznaságból, a hazugságból, az önhitségből. Kérjetek látást Istentől, térjetek meg, amíg nem késő, mert igencsak közel van a mennyek országa. Amikor a test meghal, abban a helyben az megtörténik. Egyesekkel a mennyek országa, másokkal a pokol. Ugye ítélet következik. Mert ez az, akiről Ézsajás próféta szólott. Ezt mondván. Kiáltó szó a pusztában. Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Tehát ez a mi szavunk, hogy odaadjuk a meghívót. Tehát nem általam fog eljönni Jézus valakihez, az ő élő jelenléte, hanem én egyszerűen csak az előhírnök vagyok, pontosan úgy, mint János agy volt, a bizonságtevők előhírnökök, tehát előfutárok, akik azt kiáltsák, hogy térjetek meg, mert igencsak közel van a mennyek országa. És készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Mit jelent ez? Kifejti később. Azt mondja, hogy egyengessük el a dombokat, ugye, meg töltsük fel a völgyeket. Tehát mindenki tartson bűnbánatot, kérjen látást az élő Istentől. Megláthassa, mi van a szívében, hogy miből kéne ő megtérjen. És készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ősvényeit. Ennek a Jánosnak ruhája pedig teveszőrből vala. Mit jelent ez? Istennek a gyermekei egyszerűek. Nem a földiekre fókuszálnak, nem akarnak ők dúsgazdagok lenni. Nem akarnak ők ide lent bővölködni. A mostanik akartak is, megbánták, mert meglátták, hogy mekkora teher a földi bőség, hogy mennyire a lelki bőség rovására megy. Tevesző ruhából van az ő ruhájuk, egyszerű emberek, Isten gyermekei. Ezért nem veszi őket észre a világ. És bőröv vala a tereka körül, elesége pedig sáska és erdei mész. Ekkor kiméne ő hozzá Gyergyószent Miklós, Székelyföld, Magyarország, Kárpát-medence és az egész Júdea, és ugye az egész minden ország rész, ahol magyarok élnek, mert hallották a kiáltószót. Ha nem engem hallottak, akkor adtak egy másik kiáltószót, egy másik bizonságtevőt. És kimentek ő hozzá, és hallották az ő beszédét, és megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről. Emberek, ez történik a pusztában. Ez az, ami nem történt meg sokakkal a pusztában. Mert a szavaink által, a kemény szavak által szembesülhettek volna azzal, hogy miben éltek, mi van rátapadva az ő szívükre, milyen testiség, milyen karnalitás, milyen bűnök, milyen paráznaság, milyen mocsok van rátapadva a lelkükre. Szembesülhettek volna. De azt a lépést, amit sokan megtettek a pusztában Jánosnál, ők nem tették meg. Nem tettek vallást Isten és ember előtt az ő bűneikről. Nem tagadták meg az ő bűneiket. Ez történt. Mikor pedig látta, hogy a farizeusok és sadduceusok közül is sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondanékik, mérges kígyóknak fajzatai. Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Lássátok meg a bűneiteket, térjetek meg az útaitokról, valljátok meg azokat a családotoknak, az ismerőseiteknek, a barátaitoknak és mindenkinek, hogy aki hall titeket, ne higgye azt, hogy skizofrének vagytok, mert beszéltek Istenről, de nem tudják, hogy miért. Miért nem tudják a családtagok, hogy miért beszélek Istenről? Miért beszélek Jézusról? Azért, mert nem vallom meg a bűneimet. És azt hiszik, hogy megzakkantam, és jogosan hiszik azt, hogy teljesen meghűltem. Egyik napról a másikra elkezdek Istenről és Jézusról beszélni. Nem tudják, hogy miért. Hát én korábban annyira vagány ember voltam. Aranyos srác voltam, humoros voltam, meg minden.
Mi jutott belém, hogy elkezdek Istenről és Jézusról, és nem értik. És jogosan gondolnak hülyének és őrültnek. Miért? Azért, mert nem vallottam meg a bűneimet sem apámnak, sem anyámnak, sem a testvéreimnek. Sem a rokonoknak, sem a barátoknak, sem nyilván, sem az élő Istennek. Nem vallottam meg, hogy melyek azok a bűnök, amelyektől kívánok teljes szívemből, aminek emlékétől is kívánok teljes szívemből megszabadulni. És ezért nem teremtek gyümölcsöt, de be akartak merítkezni. És János nem azt mondta, hogy hát gyertek, tiretek meg és megkeresztellek, nincsen semmi gond, nyugodtan csináltok azt, amit akartok, hanem azt mondta, hogy takarodjatok innét, mérges kígyók fajzatai. Mert a legfontosabbat nem tettétek meg, nem egyengedtétek meg az Úr ösvényeit. Nem szembesültetek a bűneitekkel, nem vallottátok meg azokat. Tehát még mindig ott van, mint B alternatíva számotokra az összes bűn, az összes parálnaság, az anyagiasság, a földhöz ragadság, minden, mint alternatíva. Hogyha netán Isten túlságosan szigorú volna, akkor gyorsan visszaszaladtok a bűneitekhez, vissza a kocsmába, vissza a régi barátokhoz, vissza a régi ismerősökhöz, vissza a semmibe, a locsogásba, a pletykába, a fecsegésbe. Pedig milyen egyszerű volna, hogyha megvallanád a bűneidet, a barátodnak, ismerősödnek szépen mondanád, te az igazság az, hogy én igen Istenről beszélek és Jézusról. Elmondom neked, ha nem veszed rossz néven, elmondom neked, hogy miért volt nekem szükségem arra, hogy hozzáforduljak. Azért, mert megértettem, hogy van bűn, tehát parázna voltam, képmutató voltam, hazug voltam, megcsaltam a feleségemet, önkielégítésfüggő voltam, miközben a feleségem főzött, én a bezárt ajtuk mögött önkielégítést végeztem. Megcsaltam azáltal a családomat, megcsaltam a mindenható Istent. Belementem az okkultizmusba, az okkult irodalomba, a sok pót cselekvésbe. Ezeket mind megláthattam. A munkamániás voltam. Hiú voltam, önmagamat szerető voltam. Gyönyörködtem saját magamban. Kevély voltam, a saját értelmemben bíztam. És beérett mindennek a gyümölcse. Én nem is tudtam, hogy bűn, amit felsoroltam neked. Én sem tudtam, hogy bűn. Csak amikor beérett a gyümölcse, és összeomlott a kártyavár, összeomlottam teljes mértékben, és Isten megmutatta, hogy amit én mostanig csináltam, és amit én mostanig éltem, az bűn. És ezért fordultam én Istenhez és Krisztushoz, hogy tisztítson meg engemet, mert nem tudom elviselni a bűneim terhét. El fogok halni, el fogok kárhozni. Ezért volt nekem szükségem Istenre. És nagyon sok más bűnt is elkövettem. És aki hallja ezt, amit mondasz te neki, hogy mit tettél a barátnőddel, mit tettél a feleségeddel, hogyan paráználkodtál, hogyan mentél bele a perverzióba, milyen mocsok tapadt rá a lelkedre, ami még mindig rajta van, mert nem bántod meg nyilvánosan. Hogyha ő ezt nem látja, vagyis hogyha ő ezt látja és hallja, azt mondja, te ne haragudjál, de az igazság az, hogy mert a lélek benne is dolgozik, a Szentlélek benne is dolgozik. Ha te megvalod neki a bűnösnek a bűneidet, benne is dolgozik a Szentlélek, amit te kimondasz az ajkaiddal, azt Isten neki kimondja a lélekben, és azt mondja, hogy te Géza, hát te nem ezt csináltad? Hű, Attila, te az igazság azt, hogy én is ezt csináltam, én nem tudtam, hogy bűn. Olyan jó móka volt, az asszony is megbocsátotta, vagy nem is kérdezte meg, nem kérjük egymás számon, ő is azt csinál, amit akar, én is azt csinálok, amit akarok. Hazudunk egymásnak, én nem tudtam, hogy ez bűn. És őt is megvádolja a Szentlélek, és ő is megérti, hogy miért van szüksége az élő Isten jelenlétére, a Krisztusra, a bűnök bocsánatára, az újjászületésre, a tisztulásra. Különben nem érti meg. Elkezdek minden robot beszélni a YouTube-on, meg mindenhol. És csináltam ilyent is, emberek. Isten könyörüljön rajta. Csináltam ilyent is. Én voltam Jézusnak hatalmas bajnoka. Én voltam Jézus megmentője, emberek. Isten könyörüljön a parázna lelkemet. Én voltam Jézus megmentője. Borzalmasan hangzik, emberek, de ez történt. Én akartam szívességet tenni neki. Én a parázna szívemmel, a gonosz szívemmel, a képmutató szívemmel akartam neki szívességet tenni. Na ez történik a pusztában. Na ez maradt el nagyon sokaknál. Elmaradt. Ezt a lépést nem tették meg. És nem fogták fel, hogy Isten nem csak azt kérdezzük meg, ezt értünk kéri, és megadja hozzá a bátorságos, elveszi a szégyenérzetet. Mert semmit nem akarok megtartani abból, ami voltam, és megvallom, emberek, meg voltam kísértve, elbuktam. Nekem is volt olyan bűnöm, paráznaság, amit nem tudtam jó ide, hosszú ideig nem megvallani. És gyötört és kínozott. Ott volt benne, álmokba visszajött. És meg kellett valljam, de miért, hogy Isten tudja engem megszabadítani, még nem vallottam meg, titokban rejtegettem, ott volt mind B-alternatíva, Isten elhagyna, akkor meg vissza a paráznaságba. Egy-egy csettintek, és akkor ugrik valamelyik fehér nép. Abban a helyben mehet a földi mennyország. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket, különben a találkozóra nem fogtok bejutni, bármennyire is erőködtök, kínlódtok, mindent megtettek, megtesztek,
nem fogtok beírni a találkozóra. És ne gondoljátok, hogy így szólhatok magatokban, hogy mi is keresztények vagyunk, járunk templomban, meg gyülekezetbe. Mert mondom néktek, hogy Isten emek kövekből is támasztott fiakat Ábrahámnak, saját magának fiakat. Olyan emberekből, akik teljesen platrok voltak, kurvák voltak, ők közele vannak a mennyek országához, mint sok képmutató vallásos ember, aki fetreng a bűneiben, és nincs újjászületve, és nem is tudja, hogy van újjászületés. És kemény szavak emberek. Jézus szavai még keményebbek. Mert János azt mondja, hogy a fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztelek titeket megtérésre, de aki utánam jöjj erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Mi az, hogy vízzel keresztel János? Az, hogy hirdette az Isten szavát, amely által volt szembesülés, azóta vízkeressé. Az, hogy jelképesen bemerítette, azt jelentette, hogy megvallották a bűneiket, és megtagadták ott a bemerítkezésnél. Megvallották, hogy mit tettek a feleségükkel, az anyjukkal, az apjukkal, a főnökükkel, a munkadójukkal, Istennel szemben, önmagukkal. Megvallották, hogy mit tettek. Vallást tettek a bűneikről. És jelképesen János bemerítette vízbe, hogy minden bűnötök el van törölve. Isten elhitte, hogy ti a helyes úton akartok járni, és mostantól jön a Szentlélek keresség, a tűz, Krisztus által, a személyes kapcsolat, Szentlélek által, mert most már Jézus nem fog úgy eljönni személyesen, mint ahogy eljött Jánoshoz, hanem Szentlélek által jön el mindenkihez, mint a villám. Jönnek a megértések, a szembesülések, a látások, a kijelentések, a mennyei öröm, jön minden, ez a Szentlélek keresség emberek. Akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel, emberek, van pokol, féltésre mondom, Isten megmutatta nekem is, van pokol is, van meg. Ha más nem tudok elmondani valakinek, elmondom, hogy ügyeljetek, a pokol kérdése az nem csupán egy vallás, vagy egy vallási kérdés, vagy nem csupán a Bibliában, a pokol valóságos, emberek, Isten megmutatta, a menny is valóságos, a pokol is, és örökké való. Mert a test halál után véget ér az idő, kezdődik az örökké valóság. Kinek itt? Kinek ott? Na ezért nem tudtak eljönni, nem tudnak elmenni sokan a találkozáson. Nem tudnak részt venni azon a találkozáson, amelyet Isten szervez. Ők akarnak találkozót szervezni, ők akarják összekovácsolni Isten népét emberi erővel, egy vallásba, egy gyülekezetbe, vagy bárhová, teljesen figyelmen kívül hagyva Istennek a szavát. Ezt kellett elmondjam Gyergyóban a baptisták között, hogy az emberek nincsenek újjászületve. Meddők, magtalanok, nem bizonságtevők. Egy helyben meg vannak kötözve, tapsolnak a zenére, de nincsenek újjászületve. Nem kapták meg a Szentlélek kerességet. Bemerítkeztek vízbe, de nem történt meg az átalakulás. A puszta nem történt meg. Nem voltak szembesülések, nem volt újjászületés. Erre kell figyelmeztessem őket, és azzal vádoltak, hogy nem lehet közösség nélkül élni. Jöjjetek emberek, mert Isten nem mindenkit egyformán vezet. Vajon jobb-e egyedül lenni Istennel, aki tanít éjjel és nappal, a Biblia által, Szentlélek által, mint egy olyan közösségben lenni, ahol visszahúzzák egymást az emberek? Egymást lehúzzák, mosolyogva, hízelegve, jó kajával, jó piával, jó szorakozással, jó dicsőítő zenékkel. Visszahúzzák egymást, és az átalakulás nem történik meg, és nincs, aki beszéljen. Nincs, aki bizonságot tegyen az élő Istenről, a Krisztusról, Magyarországon. Pont ennek köszönhetően a pásztorok bűnrészesek ebben. Sokan a pokolba fognak kerülni Jézus nevébe, a gyehenna tüzébe, mert megkötözték az embereket, akik nincsenek újjászületve. Nem teltek meg bizonságokkal, bizonságok fellegeivel. Nem kapták meg a Szentlélek kerességet. És várnak és várakoznak. Valami már történjen, és semmi nem történik. És a pásztor a jó dumájával ott tartja őket benrekesztve a gyülekezetben, a pajtában. Emberek, ügyeljetek! Féltőn mondom. A találkozót Isten szervezi. A ketten vagy hárman találkoznak, azt is az ő lelke szervezi. Nem az agyam tudja, akkor áll most nekem számolna Pistike, szimpatikus, akkor vele fogok találkozni. Mi van, emberek, ez? Az atya dönti el, hogy én kivel találkozzak, kivel beszélgessek. Nagyon sokáig az elején Levikivel együtt beszélgettünk, olvastuk az evangéliumot. Így volt kedves Istennek, volt békességünk, növekedtünk. Tibor, a Kingá, Kornéliával, a többiekkel. Utána elvette őket tőle, hogy menjen mindenki a pusztába, a saját belső szobájába, tisztuljunk meg teljesen, hogy legyünk bizonságtevők, hogy a bizonság menjen ki erővel és hatalommal a világba,
hogy az emberek hallják meg, hogy Isten él. Krisztus valóban feltámadt, és legyőzte halált. És ő általa mindenki. De senki nem akar legyőzni halált. Mindenki fél, senki nem akar meghalni. A betegségtől is fél mindenki, a kárhozattól is fél mindenki, de az igazság senkinek nem kell. Inkább azt mondja, hogy ez hazugság, nem hiszek olyan. Hát de nem jobb volna hinni, hogyha már amúgy is be vagy tojva, mert a halálfélelem mindenkibe benne van. Egyiknek el van leplezve a számítógéppel, a másiknak a különböző szenvedélyekkel, hobbival, pótcselekvéssel, munkamániával. Mindenkinek el van tekerve, stakarva a halálfélelem. Ott van mindenkibe. Isten ezt mondja, ott van mindenkibe. Csak az ember nem tud róla. Mert a sok pótcselekvéssel, a sok hazugsággal, a sok bűnnel eltakarta azt. És amikor a test meghal, akkor hirtelen fog rázódulni minden. És már semmiképp meg nem menekülhet. Hát Isten könyörüljön rajtunk, és kívánom, hogy aki nem hallotta, vagy aki magára ismert ebben azokban a szavakban, vágyakozzon meghallani a Krisztus szavát, a jó pásztor szavát, és őt kövesse a találkozóra, ne a saját értelmét, ne embereket, ne édes kis, kedveske embereket, akik összebeszélnek Krisztus felé is, meg a világ, ezotéria, meg nyúj is, meg minden világ. Ne a Krisztus kövessétek. Egyik éjszaka álomban hallottam egy tárogató hangot. Az a tárogató hang olyan gyönyörűséges volt emberek, hogy egyszerűen én ledermedtem, és elindultam annak az irányába. Olyan gyönyörűséges hangszert életemben nem hallottam, mint az a dalla álmomban, amit hallhattam. Egy tárogatónak a hangja. A tárogatót a jó pásztor fújta. És tudtam, hogy ha oda megyek, akkor ő vár engemet. De hallod ezt a hangot? A saját értelmedet? A saját indulataidat, az emberek szavát, a pásztorok, lelkészek szavát követed, vagy pedig hallod annak hangját, aki fújja a tárogatót, és terelgeti össze az ő gyermekeit. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!